Megjött a gyerekülés. Oh. Szofi, megnézed a gyerekülésedet? Jaj. Amit kaptál? Ha? Nézzétek meg. Bubu! Látod, hogy milyen pici vagy és ekkora doboz? Ha? Ebben már lehet neked kis bunkert építeni, igen? Baba házad nagyon jó lesz. Szofi, ez lesz a házad most tanulja. Na, Szofi! Gyere, bontsuk ki a azért, nem játékot, hanem mi ez? Kibontjátok apával azt a nagy dobozt? Oké, akkor én most beszerelem ezt a gyerekülést a kocsiba. Segítetek apának? Igen. Előre nyitni a izét? Mit? Az ülést. Szofi elmozgatta. Nézhetsz rám? Tudod, hogy rosszat csináltál? Ne mozgasd el! De így nem látszott. Jó. Szofikám, az hagyd békén, apa most kamerázik. A nézők nem látják, hogy mit csinálunk, hogyha elmozgatod, tudod? Kik azok a nézők, apa? Akik nézik a vlogot. Mi az a vlog, apa? Majd megtudod, hogy nagy nézel. Ez lesz az csak. Nyomni kéne. Nyomj az apukám. De nyomom. Ez lesz az jó. Ez az kattant az egyik oldala. Most jönni kéne a másik oldalnak. Ez meg b***ig kattant. De nem kattan rá. Nem lehet lehajtani a hátra? Nem tudom, de rólam már csurog a víz. Szofi, vezet. Te vezetsz most, Szofi? Szofi, jó az új ülés? Ha? Fordíts be. Tetszik? Integessél. Sziasztok. Ma reggel volt szerencsém olvasni egy cikket, amit a Facebookon osztott meg az egyik ismerősöm. Ez a cikk életem legjobb cikkje volt. Tényleg nagyon jól sikerült a cikk, de a mondani valója is nagyon tuti. Az emberek 98%-a sajnos ezt negatívumnak veszi, ami a cikkben elhangzott. Tulajdonképpen arról szólt a cikk, hogy mi magyarok nem vállaljuk semmiért se a felelősséget. Most ez nem átlagosan mindenkiről szól, tisztelet a kivételnek persze, de az emberek többsége nem vállalja a felelősséget a saját tetteiért, és hajlamosak vagyunk másokat hibáztatni azokért a dolgokért, amiket igazából mi csinálunk saját magunknak, akár legyen ez a hétköznapi életbe, a munkába, igazából bárhol. Tehát mindig találunk valakit, akit okolni tudunk a negatív, rossz dolgokért, ami esetleg velünk történik. A cikkben arról is szó volt, hogy hogyan viszonyulunk mi a sikeres emberekhez, akik
nagy gazdaságra tettek szert. Ugyebár, hogyha valakinek nagyon nagy luxus autója van, szép háza, vagy jachtja van a Balatonon, akkor hajlamosak vagyunk. Az első gondolatunk az, hogy nem egészen szabályos úton szerezte az emberkénk a vagyonát. Erre is van példa, hogy valaki a hátsó utakon járva szerzi meg a vagyonát, és nem teljesen legális dolgokat csinál. Viszont vannak olyan emberek, akik tényleg tisztességes munkával keresik meg, illetve építik fel a vállalkozásukat, és tesznek szert nagyon nagy gazdagságra. A cikknek az igazi mondani valója az volt, hogy igazából bárki előtt ott van a lehetőség. Ez a lehetőség tényleg előtted is ott áll. Nem akarok túlságosan belemenni, mert az én beszélőkém annyira nem jó, úgyse fogom tudni visszaadni magát a cikket. Ezért, ha valakit érdekel, ajánlom, hogy olvassátok el, be fogom ide linkelni a videó leírásában magát ezt a cikket. Tényleg nagyon jó, nem fogjátok szerintem megbánni, és még a fiataloknak is talán jó olvasmány lehet, hát ha valamit tudtok belőle hasznosítani saját magatok részére. Ha szeretnél nyerni te is egy fidget spinnert, akkor nézd meg ezt a videót itt a sarokba, és kommentelj, szólj hozzá ahhoz a videóhoz. Azért fontos az, hogy kommentelj a videó alá, mert ez alapján fogom kisorsolni a nyerteseket. De erről bővebben, holnap után, amikor is kisorsolom a nyerteseket, akkor fogok erről bővebben beszélni. Tetszik az ülésem, pizza? Ez az örömet jelzi. Ennyire tetszik? Emlékszel rá?